Az április 8-ai határidő az tartható. Már csak 2 hetet kell várni arra, hogy teljes mértékben elkészüljenek a Prohászka és a Kisbudai felújítási munkálataival. Befejező fázisához érkezett a munka, és az eredeti tervek szerint április 8-án adják majd át a forgalomnak az utakat. Tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen ez az egyik ütőere a város közlekedésének. Nagyon nehéz volt ez a közel 7 hónap. Még egy kis türelmet, kitartást kérek és kívánok mindenkinek, és utána viszont évtizedekig a közműhöz biztos, hogy nem kell hozzányúlni, és időről időre majd csak az aszfalt burkolatnak a felső kopó rétegét kell cserélni. Mint a kivitelező mondja, ha bár határidő előtt szerették volna átadni a fejlesztést, a beruházást az elmúlt 7 hónapban több körülmény is nehezítette. Voltak elemek, melyeket menet közben kellett áttervezni, de meg kellett küzdeni az építőipar beszállítási gondjaival is. Volt olyan patka például, melyet hiába rendeltek meg szeptemberben, pár héttel ezelőtt érkezett csak meg. Legutóbb pedig az orosz-ukrán háború hozta üzemanyag hiány okozott problémát. Nekünk ilyenkor januártól márciusig gázolaj üzemanyag keverünk, és nehézségeket okozott a beszerzés. Ugye egy 9000 liter minimum kell naponta ahhoz, hogy érdemes legyen elindulnunk. Volt, amikor nem sikerült ezt beszerezni, de most már néztünk másik beszállítót is, és így talán sikerül. A több mint 600 millió forintos beruházás keretében kiszélesítették a járdát is a Szent Imre iskola felüli oldalon. 80-100 éves közművezetékeket cseréltek a föld alatt, és a rossz állapotban lévő útburkolat is új réteget kapott. A Kisbudain pedig a csomópontok járdaszigetei egy speciális növénybeültetést kapnak majd a következő hetekben. Az utasok 2 hétre mind az önkormányzat, mind pedig a kivitelező az autósok türelmét és megértését kéri.